hát így könnyű ide találni, nyitott kapukkal várnak bennünket. Fehérvári Tamáshoz, a Tolna megyei közgyűlés elnökéhez érkeztünk meg, és bent valószínű már nagy munka is folyik. Nézzük meg! Ho-ho! Kop-kop! Megyünk! Nyitjuk! Szervusz, elnök úr! Szia. Sok szeretettel jöttünk! Adhatok két puszit. Természetesen. Levesszük az ütközőket. Könnyű volt ide találni, mert nyitott kapukkal fogadtál bennünket. Igen. És akkor mindjárt látom, hogy már nagy munkában vagy, igen, úgyhogy levetkőzünk, igen. És gyertek akkor mi is be, jövünk segíteni. Gyertek be, dobjátok le cuccotokat, köszönöm szépen. A jó munkaerőnek pedig jól tudja ezt a házigazda is, a szíverősítő elkél, ezért mindjárt kapunk is ízelítőt a házi kis üstiből. Jelentjük, finom volt. Akkor kezdődhet is a munka oroszlán része, halszeletek Bográcsban, a szakács és a segítők is a helyükön. Elnök úr, azért itt én kérnék egy kis igen. Helyzetjelentést. Na, helyzetjelentés az alapvető dolog, ami az én főzési hobbimat vagy szeretetemet okozta. Ugye nagymamám, a fehérvári nagymamám nagyon-nagyon jó szakács volt és elképesztő finom ételeket főzött. És valószínűleg az én x-edik nemi jellegem az biztos, hogy nő, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon rákattantam erre már gyerekkoromban, néztem a főzéseket, néztem, hogy rotyog a kaja, miből mi lesz, és mindig nagyon finomak lettek, és ez valahogy bennem maradt. És minél korosabb lettem, annál jobban szerettem főzni. És annál jobban is ment. Persze. Ki lehet jelenteni. Igen, tehát a technikákat megtanultam, a szeléseket, meg minden egyéb ilyesmit, és folyamatosan fejlesztettem a tudást. Recepteket gyűjtöttem, elképesztő mennyiségű szakácskönyvem van, belekóstoltam különböző országok konyhájába, de kimerem jelenteni, hogy a magyar konyha az, ami a legjobb, és valószínűleg nekünk legjobban ismert. Ja, olyan érdekes, mert most, hát ha nem csal a szimatom, akkor ez hal, igen, meg a szemem sem csal, igen, meg. És olyan egyszerű étel, viszonylag egyszerű étel, igen, a halászlé, de most egy olyan variációt látok, amit készülni kezd, amivel még soha életemben nem találkoztam. Mert hogy együtt van a hagyma fölrakva, a halosokkal. Igen. Hát szerintem ez egy eléggé autentikus halászléfőző történet. Édesapám is így főzte a halászlevet. Fogta a halat, fölszelte, leválasztotta a belsőségről a májat, illetve bérről a májat, azt is belerakta, ikrát, tejet természetesen, és az egészet szépen föltette kellő mennyiségű vízbe, beleszelte bele, most ugye én beleszecskáztam ezt a hagymát, beletette a hagymát, és beletette a paprikát, amikor megforrt a lé. És onnantól számítva, édesapám 40 percig főzte, én 35 percig főzöm, akkor talán kicsit jobban egyben marad a hús, és én egy nappal előző este leszoktam sózni. Hogy lehet, hogy a Bográcsban finomabb? Nem tudom, ezt nem merem így kategorikusan kijelenteni, de a Bográcsnak az a sajátos jó tulajdonsága, hogy ívelt az alja, és amikor lobog a halászlé alatt a víz, már pedig az egy alapvető feltétel. Ha nem tud lobogni a víz, akkor a halászlé nem lesz halászlé, mert akkor lesz alul a hal, köztes területen lesz a paprikás, hagymás lé, és a tetején pedig egy ilyen rózsaszínű folyadék. Ez csak úgy összefolladva lehet, úgyhogy lobognia kell nagyon vehemensen. Ehhez ez a Bogrács kiválóan alkalmas. Milyen halakat látunk? Kétféle halat látunk ebbe, egy pontyot és egy harcsát, harcsácskát. Dunai halak? Nem, Ciklaci bácsitól, Tolna megyeiek. Ciklaci bácsi termesztette nekem, tenyésztette nekem ezeket a halakat, természetesen nem külön nekem, hanem a gazdasága számára, és hát onnan kaptam Laci bácsitól ezt a halacskát, nagyon jó a viszonyunk. Jó barátságban vagyunk, gyakran főző is halászlevet, oda mindig örömmel megyünk, és kint Varsádon akkor azt megesszük tésztával, tészta nélkül, ki hogyan. Annyiban jobb az én halászlevem, hogy én gyúrom a tésztáját, és akkor az így még jobb. Így van, így van. Halászlé nagyon egyszerű étel. Nem szabad túl dramatizálni, rengeteg változatát főztem én is. Tehát volt, hogy szitán átszűrtük, különfettük az uszonyait, a farkát, a csontokat kiszedtük, kifiléztük belülről be, vagdostuk a húsokat. Nagyon finom, nagyon ehető, nagyon kulturált, tehát nem kell nagyon belemenni kézzel, hanem akkor simán kanalazni lehet. Annak is megvan a varázsa, tartalmas levet ad, mert ugye csinálunk egy alaplevet,
Ez egyszerű, gyors, praktikus, és én szeretem a halfejet, szeretem a szálkákat leszopogatni. A többi nem számít, mert vagy alkalmazkodnak hozzám, vagy pedig akkor máshol esznek halászlevet. És még egy nagyon-nagyon fontos dologról kell beszélnem, hozom is, mert elfelejtjük belerakni, akkor vége lesz. Ez pedig a paprika. Hamisítatlan bogyiszlói, már csak a színét nézni is gyönyörűség. Azért benéznék mondjuk a másik szekrénybe is, hogy még a bogyiszlói paprikán kívül milyen kincsek, ilyen fűszerkincsek vannak, de látom ott is tele a polc. Hát igen, én nagyon-nagyon szeretettek főzni, tehát különböző mustárok, különböző folyadékok, tehát most ugye bejöttek ezek a különböző kínai szója, meg sós, meg Worcester, meg mit tudom én milyen szószok, nagyon jók. Tehát szeret kísérletezni állapot. Nem is kísérletezni, hanem használni, tehát ezek jók sült húshoz. Például ilyen másfél-két centis marhahúshoz, amit néhány percig tényleg csak éppen érintőlegesen megsütünk, ahhoz szoktam használni ilyen durva barbecue darálékot. Egy kiló marhahúst meg lehet tenni simán. Ezeket tudva sajnálom, miért nem előbb jöttünk. Igen, tehát nagyon sok minden közel áll a szívemhez, ami a hasamon keresztül tört be az életembe. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen belsőséges kajákat, tehát például ezt a Prínek nevezett savanyumájas belsőséges történetet, amit ugye disznóvágáskor szoktunk elsősorban csinálni. Filóztunk azon, hogy csináljunk-e azt, de aztán úgy gondoltuk, hogy azért az nem egy tömegétel, a halász, ez egy nagyon népszerű, nagyon elfogadott és a magyar konyhában is nagyon használt ételfajta, és szerintem tolna megyében nagyon-nagyon finom halászleveket lehet enni. Nem reklámozom a helyeket, ahova szoktam járni, de azért itt Tolna megyében van két-három hely, ahova néha elmegyek és megkóstolom, hogy ott a vendéglőben milyen az adott halászlé, és mind a három-négy helyen maximálisan meg vagyok elégedve, mert nagyon jókat csinálnak. Néha a tésztával vannak bajaim, de akkor nem eszem hozzá tésztát. Ilyenkor mit vár el az ember egy halászlétől, hogyha mondjuk vendéglőben eszik, hogy olyan legyen, mint otthon? Olyan nem tud lenni, ez ugye minden ember, aki otthon főz, az hiú annyira, hogy nem engedi ezt a lehetőséget másnak. De hát azt szereti, hogy jó halból legyen, a levének az állaga olyasmi legyen, mint otthon, tehát se nem sűrű, se nem híg, hanem pont az a halászlének megfelelő állapot. És ugye ebből nagyon-nagyon jókat lehet enni, hogyha házi tészta van hozzá, akkor az nagyon egyszerű, mert akkor azt imádja az ember, hogyha boltba vesz, akkor nyilván keresi a jobb minőségű több tojással készült gyufatésztákat, és azt használja. És mi általában, hogyha családban halászlevet csinálunk, akkor mindig második fogás túrós csusza. Mert az egyszerű, a legtöbbször nagyszerű, ahogy azt a mondás is tartja, de ideje visszatérni a bográcsunkhoz. És hát ugye még egy fontos dolog a főzéshez, pálinka. De én javasolnék valamit, várjuk meg a polgármester urat, mert hogy jön még egy vendégünk, ezt a nézők még nem tudják, de akkor hamarosan jön még egy meglepetés vendég, és akkor szerintem vele kocintunk. Így van. És nem is kell sokat várni a vendégre. Baranya István Bölcske polgármester elép be az ajtón. Ahó, szia. De jó, hogy megérkeztél. Üdvözöllek. Jó jöttetek, minden rendben? Hát egy kicsit csúszik az út, de azért rendben értünk. Dob le a cuccokat ott hátul a íz, és foglalj helyet. Elő is készítettük az innivalókat. Kocinthatok? Egészségünkre. Köszönjük szépen, elnök úr, a vendéglátást. Isten hozott, polgármester úr. Egészségetekre itt a mancsafnak is. És folytatódhat a munka. Kevés olyan elégedettségre jobban okot adó látvány van annál egy nőnek, mint amikor két férfi sűrök forog a konyhában. Élvezzük ki, hölgyeim! Készül a tészta. És mint ahogy azt a férfiaktól megszokhattuk, ha valamihez hozzáfognak, azt bizony tudományos alapokra helyezve nagy körültekintéssel teszik. Válogattam sokáig a lisztek között és a Tüske Szentpéterivel. Hol van az Tüske Szentpéter? Ne égessél! Persze tudom, csak most nem árulom el senkinek. Fogalmam sincs, hol van Tüske Szentpéter. Tüske Szentpéter, de nagyon jó hangzik, és nem is az a lényeg, hanem itt a közeli boltban éppen Tüske Szentpéteri lisztet tudok vásárolni. És nem csak ezt szoktam, ezt a finom lisztet, hanem szoktam ilyen barna zacskós kenyérlisztet, a B55-ös.
és akkor amikor pizzát csinálok, akkor azzal készítem, és annak akkor kicsit olyan a tészte, kicsit szalonnásabb, olyan kicsit húzósabb. Igen, hát ez egy ilyen valahonnan ledobott műanyag pohár, erre nagyon vigyázok, mert ez már kezdem hozzáidom, ahhoz tudom, meg, hogy 3 vagy 4 tojás van ahhoz az adaphoz, de inkább 3 elég. És akkor teszek egy kis sót bele, és akkor ráütöm a tojást, utána géppel összekeverem, utána átgyúrom, utána pihentetem, utána kisimítom, és akkor utána lehet a szelés. Elméletben ugye nem is tűnik olyan nagyon nehéznek. Nézzük, mit ad ki a gyakorlat. Egy munkafolyamat végén illik megpihenni, átgondolni az eddigieket, és újult erővel menni az elkövetkezendő feladatok elébe. Erre Istvánnak van egy remek technikája, amit szívesen oszt meg velünk. Igen, pohár is kell hozzá. Egy kis ugye már 19 van, de 18-as. Az alagyöngye Riesling szilváni, meg olasz Riesling bort hoztam. Ez egy ilyen házasítás. Bölcskén ezek a könnyedebb fajták az olasz Riesling kivételével voltak jellemzők korábban is. És úgy tudom, polgármester úr, hogy tőled sem állt távol a szőlészkedés borászkodásod Bölcskén, tehát elkezdett, hogy ez akkor egy saját palackos bor. Igen, most hirtelen ehhez tudtam leggyorsabban hozzájutni, hogy tudjak hozni ide Tamásnak ebből kóstolót. A Tamás jön a tésztával. Terítőt fölhagysam? Nem kell. Nem, jó. Semmi baj. Akkor egy kis fehér kezdésnek. Jó, igen. Jöhet. És ha ilyen a kezdés, már előre örömmel várjuk a folytatást. Mielőtt kocintásra emelnénk poharainkat, elmondanám, nem a véletlen műve, hogy éppen Bölcske polgármestere érkezett vendégségbe. Nézőink már láthattak Hargita megyéből műsorokat a Tolnatáj televízión, bizony a Hargita megyeiek is értesülnek rólunk ilyen formában, hiszen Székelyföldön az általunk készített Értékeink című műsorokat vetítik, miután az épített kulturális hagyományokat őrző megyei kincseket feldolgoztuk, ideje volt a gasztronómiai értékek mentén indítanunk egy újabb barangolást. Ennek a sorozatnak az első állomásán, jó példával járva elől, vendéglátónk ugye a Tolna megyei közgyűlés elnöke, Fehérvári Tamás. A sorozat második állomása pedig, így talán már nem is olyan nagy titok, Bölcskén lesz, ahol Baranya István polgármester készít nekünk valami incsiklandozót, de nem szaladok ennyire előre, maradjunk csak a jelenben. Ugye testvér-megyei kapcsolatot, ugye tiszteletjeljük, szoktuk olyan tárgyűlésekkel kötni, akik általában nem magyar anyanyelvűek, és külföldi országok lakói, és hát ugye testvérünké fogadjuk őket, ők meg bennünket. Na most ez egy érdekes helyzet, mert én úgy gondolom, hogy a mostani testvér-megyei kapcsolatunk az nem most lett, hanem a történelemben mi testvérek vagyunk. És hát ez egy nagyon egyszerű folyamat volt, ezt deklarálnunk kellett, kimondani, hogy mi úgy gondoljuk, hogy együtt fogunk tudni működni. És nem csalódtunk, hiszen rögtön azonnal egymásra találtunk. Itt most nem személyekről beszélek, hanem a személyek által képviselt településekről, megyékről. Tehát tulajdonképpen nagyon jól alakul a dolog. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan hasznos dolgot tudunk majd a következőkben egymásnak segíteni. Most például egy közös projekten dolgozunk, amiben kulturális, gasztronómiai, mindennapi életbeli, kultúra, azt már mondtam, sport, tehát mindent belepróbálunk venni annak érdekében, hogy ne pusztán az összejövetelünk arról szóljanak, hogy eszünk, iszunk, beszélgetünk, hanem megismerjük egymás mindennapi életét, és megpróbáljunk egymásnak segíteni. Ez úgy fog történni, például most, hogy lesznek közös Európai Uniós projektjeink. Tehát megpróbálunk pénzt nyerni arra, amit mi közösen szeretnénk megoldani. És menni fog. Eldöntöttük. Az a baj ugye, hogy Magyarországon a megyék viszonylag kicsik, és kevés feladatot látnak el. Kint a székely testvéreinknél pedig nagy a megye, és nagyon sok feladata van.
tehát a, magát a hivatalt is, ha összehasonlítjuk, Hargita megye hivatala, hogy milyen kecsetre tenni kapásba, létszámba, feladatba, forrásba, tehát pénzbe. Úgyhogy csak közben még nem tudok ám gyúrni. És akkor gyakorlatilag, ha jól értem a gondolataidat, akkor ennek az együttműködésnek lesz az is a része, hogy akkor egy olyan gasztronómiai sorozat készül, amiben például bemutatják, hogy te itt Dombóváron hogyan készíted a tésztát a halászléhez, és akkor ezt majd látják ott a Hargita megyei székely barátaink is. Hát nem tudom, majd szerintem akkor lesz érdekes a dolog, amikor arról fogunk majd egymásnak bemutatót tartani, hogy hogy főzzük a másiknak a jellegzetes ételeit. Az is elkövetkezik. Igen, mert nagyon hasonlókat nyilván az ízlésünk is, meg hasonlók az ételeink. Közös gyökerekről van szó. Most így neked már körvonalazódik, hogy van-e olyan étel, amit te nagyon szeretsz elkészíteni, és kifejezetten bölcskei? Hát igazából bölcsként nagyon sokféle ételt szeretnek főzni az emberek. Most így beszélgetünk a székely dolgokról. Lehet, hogy egy jó kis székely vagy csángó gulyást fog készíteni, de gondolkoztam egyébként pincepörköltben is, meg gondolkoztam egy jó kis házias babgulyásban is, és legutóbb vendégül láttam egy pár kollégát, és nagyon dicsérték, úgyhogy legyen egy kis meglepetés, majd hogyha hozzám érkeztek, akkor majd meglátjátok. Most a borból már kapunk egy kis kóstolót, ugye? Így van, töltetek neked is egy kis fehéret? Én köszönöm, igen. Én is evéd előtti, és én evéd utáningó is vagyok. Különbözünk az elnök úrtól. Már mondjuk engem se kellett hirteni, csak most egy kicsit átrendeztük a szokásainkat, aztán ebből engedtem egy csöppet. Közben pedig van, aki dolgozik is mellettünk. Körvonalazódik a házi gyúrt tészta. Nem hiába, férfi munka ez a javából. Kemény marok és erős kar kell hozzá. Egyszerű kifőtt tésztát, azt szépen meggyúrja az ember, és akkor utána egy kicsit pihenteti, mondjuk egy 10 percet, mert a kinyújtáshoz feltétlenül szükséges az, hogy egy kicsit a ruganyosságát elveszítse, mert különben visszaugrik. Úgyhogy most hozzuk majd a halefot. Az azért érződik, hogy a családban nálatok biztos, hogy fontos szerepet foglaltak el a családi étkezések. Ez ahogy készíted az ételt, ahogy bánsz, akár a tésztával, ez látszik. Így van? Igen, ez egy jó kérdés, és én nagyon-nagyon, ugye 5 gyerekem van. Az 5 gyerek közül mind az 5 megszokta azt, hogy reggelizni szoktunk, ebédelni szoktunk és vacsorázni szoktunk. Mindenből ki lehet maradni, de azt illik a család előtt megindokolni, hogy ő most mit tudom, hogy miért nem reggelizik. Mondjuk sokáig volt fenn, buli volt, vagy elmentek úszóversenyre, vagy zongorázott, vagy fuvolázott, nem tudom. És akkor utána másnap nem lesz olyan friss a helyzet, és ráér csak ebédre fölkelni. De az ebéd az nagyjából mindig olyan szent és sérthetetlen volt, és ugye bimbamos óra is mindig jelezte nekünk, hogy úristen, már csak 1 óra van, és mindjárt dél lesz, és addigra készen kell lenni a menüvel. És ez egy tradíció. És én hiszem azt, amit ugye mondtak régen az öregek, meg pszichológusok ezt megerősítették, hogy az asztal, meg az étel összetart nem csak családot, baráti társaságot is, meg közösséget is. Tehát nálunk ez úgy megmaradt, hogy apáméknál, nagyapáméknál délben volt ebéd. És ezt nem akartam én elvetni, úgyhogy nálunk is délben van mindig ebéd, és mindenki tudja, hogy ha idejön, délben kap enni. És általában jönnek is a gyerekek, menyek, most már egy unokám is van, úgyhogy soha nem egyedül eszem, hanem mindig van társaságom. Imittam, ott fogynak, akkor megjönnek külföldről, akkor... Hát, ahogy a minden magyar család, úgy mi is görgetjük itt szépen előre napjainkat. Ezt egy kicsit megpihentetjük. Akkor ugye a két munkafolyamat között kocincsunk egyet. Egészségedre is köszönöm a kedvességet. Kedves egészség. Ebben borba mit tisztelhetünk? Ez 3 fő fajtából készült, igen. Ilyen 40-50 éves
szőlőkből. Ez a sajátod már, bocsánat? Ez a sajátod, igen. Most ezt sikerült a leggyorsabban elérni. Majd bölcsként majd kóstolunk másokat is. Zalagyöngye, Riesling Szilván és olasz Riesling. Na, kíváncsi vagyok. Ez a három fajta. Nézzük meg, hogy ilyen. Jó paprika egyébként szétoszlik, eloszlik, feloldódik a lébe, és akkor az igazi, amikor de jó szokott lenni. Volt már olyan tapasztalat, hogy valahonnan kaptál paprikát, és nem volt jó. És hát az étel se lett olyan. Vagy csak jó paprikát kaptál eddig mindig? Én most már megteltem, hogy csak jó paprikát használjak, mert bele-bele futottam én is ilyen tehát volt egy nagyon emlékezetes, tragikus élményem, egy ismerősöm, horgász barátom, szevasz, meg mit tudom én. Pecáztunk egy jót, azt mondja, figyelj, van nálam két ilyen tunsztos üveg paprika, darált paprika, azt mondja, adok egyet, azt mondja, használd egészséggel, azt mondja, úgy kaptam egyik barátomtól. Jó, van, amit adnak, fogadd el, jó ismerősöm. Mondom, köszönöm szépen, válj egészségünkre. És otthon, amikor először főztem, éreztem, észrevettem, hogy ez nem igazán stimmel. Tehát olyan mértékben nem stimmelt, egy olyan, tehát színe sem egy élénk piros, mint ami ez itt a kályhán van, ez a paprika, hanem egy ilyen sötét barnás, nem akarom minősíteni, nagyon gyönge volt, és ízre meg aztán teljesen. Mert ugye a paprikának tulajdonképpen három dolgot kell teljesíteni. Egyrészt kiváló ízének kell lenni, másodszorban gyönyörű színének kell lenni, harmadsorban pedig úgy kell oldódni a folyadékba, hogy egy ilyen varázslatos tornamidei halászlé anyagot tudjon produkálni. És egyébként ezt tudják ezek a paprikák, meg a Ciklaci bácsi halai. A hagymákkal vagyok most bajba, mert jól láthatóan a külföldi vörös hagymák eluralják lassan Európa piacát és Magyarországot is, úgyhogy most valószínűleg el kell majd gondolkoznom azon, hogy makón vagy valamilyen tradicionális magyar hagymatermőhelyről kell majd zsákszámra hoznom, nem kell nagyon sok, egy zsákkal kell hoznom mondjuk, és akkor azt lehet tenni a pincémbe, és akkor onnantól fogva a saját hagymám lenne. Mert nem, ezekkel nem múltkor főztünk valamit, és akkor éreztem, hogy ez a hagyma nem az igazi. Igen, ilyenbe belefutottam én is, hogy kicsit valamilyen vegyszerillatot éreztem a fokhagymából én. Uh-huh. És akkor az mindjárt akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt az ételt, ezt ne is rakjuk fő itt a család elé, mert nem tudom, emlékeztek-e még arra? Én még emlékszem, hogy a gangon a fokhagyma füzérekbe, igen, a paprika felfűzve, és akkor hát mi is sokszor ültünk a gangon nyáron kisgyerekként, és fűztük a paprikát. Hát van, ahol megvan ez még mindig egyébként. Igen. No igen, a munkáról beszélgetni valahogy mindig könnyebben megy, egy mosolyjal a szánk szegletében, édes nosztalgiával. Bezzeg, amikor kötelező volt, nem mindig fogadtuk örömmel a ma már szép emlékű szorgoskodást. Elnök úr, volt már olyan külföldi vendéged, akinek valamiért fura volt a magyar konyha, amit mondjuk főztél, egy ilyen magyaros kaját, volt ilyen? Nem, nagyon úgy jó. Értek, úgy értek, mint ezt a választ vártam. Igen, tehát valószínű, hogyha én elmennék külföldre bárhova, és elém raknának egy gusztusos, jól elkészített, ottani, által nem ismert kaját, ha csak nem olyan jellegű, mondjuk ilyen rovarok, meg hát nem ennyire extra dolgokra beszélek, hanem ami kajából van. Szerintem az biztos, hogy tetszene. Akkor sem mondanám, ha nem jó, hogyha nem ízlene. Nyilván vannak a fűszerek, nem tudok magukat mondani, hogy nem ízlene. De ja, voltam már több helyen, mindenhol nagyon élveztem a kulináris dolgokat. Van, ahol azt mondtam, hogy hát elég egységű a dolog, de attól függetlenül finom oldal is. A francia konyha az egy nagyon remek konyha, csak nagyon-nagyon bonyolult sokszor, és nagyon, néha már nagyon vájkülű nekem, tehát már nagyon vannak ilyen francia szakácskönyveim, már próbáltam is belőle egy-két dolgot csinálni, de azt gondolom, hogy a mi konyhánk is van olyan jó, mint a francia konyha. De finom, nagyon finom. Nagyon nehéz megcsinálni őket úgy, ahogyan leírják, mert na, iszony... fölfort. Igen, most ugye 30-kor fölfort. Akkor innétől számítod a 35 percet. Így van. Tudjuk summázni, hogy eddig mi történt? Hát, ha valaki le akarná másolni a halászlevet. Igen, hát tegnap megpucoltuk a halat, tegnap este későn lesóztam, hűtőbe beraktam,
Ma reggel megpucoltam a három szép fejhagymát, leszecskáztam ilyen géppel, beleraktam a halszeleteket, a lesózott halszeleteket nem mostam meg, tehát úgy, ahogy volt, beletettem, meg beletettük a levet, a sót, a hagymát, és megpaprikáztuk. Van, aki a paprikát már akkor szokta beletenni, amikor lobog a víz, de mi olyan jó minőségű paprikával dolgozunk, hogy bármikor tesszük bele, az mindig ragyogó eredményt hoz. Egy-két perc múlva megkóstolom a sóját, és valószínűleg sózni még kell egy kicsit, és még paprikázni is kell, ahogy elnézem. Még abba is lépnünk kell, és akkor onnantól fogva az idő lejár, akkor egy kicsit pihen egy-két percet, és akkor már tálalható. Lényeges az, hogy ugye halászlé is, mint általában levesek, forrón az igaziak, tehát jó melegen kell kiszedni. És persze közben a meggyúrt tésztáról sem feledkezünk meg. Most, hogy a bogrács körül minden rendben, eleget pihent a tészta is, ideje nyújtani, metélni. Akkor ugye említetted, hogy nagyon szép, népes a család, ugye 5 gyermek apja vagy. Mennyire? Tudunk. Nem, tényleg. Mennyire veszed észre a gyerekeken, hogy azért viszik tovább ezt a fajta családi, hát nem is hagyománynak mondanám, inkább családi szokást, hogy az étkezések fontossága, azt megtartani, ez egy közösség összefogó, egy család összefogó szerepet is kitölt. Hát nem akarok rosszat mondani a családom gyerekeiről, illetve a gyerekeimről, de igazándiból nem látom azt az utódot, aki a ők nagymamai zsenialitást vinné tovább. És hozzátéve, hogy mindegyik őjük elfoglalt, sportolnak, zenélnek, úsznak, dolgoznak, tanítanak, tehát szinte elmondtam mindnek a foglalkozását, és ebben nem fér bele nekik ez a történet. Azért valljuk be, főzés előkészítésből, utómunkálatokból is áll, és ez úgy nagyjából, hogy is van. Hárításra kerül a gyerekek részéről. Enni mind ideér. De amikor arról van szó, hogy kellene segítség, akkor az egyik próbál, a másik tanul, a harmadik kipiheni a tegnap esti bulinak a nyomait. Tehát mindig van valami, és én azt gondolom, hogy helytelen szülői attitűdből én ezt jóváírom és elfogadom, és megpróbálok helyettük is megoldani minden ilyen dolgot, mert hiszek abba, hogy az asztal azért összetart mindent, és ha másért nem, ezért haza fognak jönni még egy darabig. Aztán, amikor meg nem, akkor majd utánuk megyünk. A nagymamámnál kimentem a Svájcba, ott lógtak fönn a Mester Gerendán a fölfújt kacsabögyek. És ugye a nagymamám nagyon sok kacsát tömött, és akkor ugye az a rituálé, benne van a gyerekkoromban, hogy ugye nagymamám szépen odaült a kacsaól elé, és úgy szépen egyenként kihúzogatta a kacsákat, befogta a lába közé, betette a tölcsét, aztán tolta a szegény kacsákba ezt a rettenetes nagyszemű kukoricát, és hú, de finom májon. Van most a fagyasztóban még 2 darab. Hát igen. Nagyon-nagyon vigyázni kell ezekre az értékekre, mert mostanában látom, hogy hétvégeken, amikor az emberek, családok együtt vannak, iszonyúan foglaltak az étteremben. Tehát mindenki eljár ebédelni. Tehát most már anyagilag is megtehetik az emberek azt, hogy inkább kifizetik a hétvégi kajának az árát, mint hogy otthon nekiálljon, és akkor gőzbe, párába, ételszakba főzőcskézzen, megrendeli a közeli étteremből, és azt teszi a család. Én próbáltam már, nem akarom leszólni az éttermeket, próbáltam már nem ezt, hanem azt, hogy étterembe enni. Ugye vannak ezek az ebédeltető ételek, nem nagyon megy. Jó. De ez nem az éttermek hibája, hanem az enyémben. Hogy megcsontosodott megszokásokat nagyon nehéz átvenni. A gyúrtházi halászlétészta is elkészült, már csak egy feladat van hátra, asztalhoz ülni, kocintani a vendéglátó egészségére, és legalább olyan jó ízzel megenni, mint amilyen jó szívvel a szakács elkészítette az ételt. Következő alkalommal Bölcskén folytatjuk a gasztronómiai barangolást. Jó étvágyat!